Látványos változásokon mentek keresztül bizonyos kutyafajták az elmúlt 100 évben a divat és a megváltozott tenyésztési célok miatt. Nem csak a külsejük változott meg, sok fajtánál genetikai betegségek is jelentkeztek. Sokan kezdtek ugyanis nemesítésbe, ez viszont nem vezetett jó irányba. Ma már szinte nincs is olyan, hogy egészséges angol buldog, a párzás és a szülés is csak orvosi beavatkozással sikerülhet. A tacskóknak sem tett jót a nemesítés, náluk a legnagyobb a porckorong problémák kialakulásának esélye, ami gyakran vezet már 4-5 éves korukban bénuláshoz. A valódi tenyésztők szűrik ezekre a problémákra a tenyésztett kutyákat, a szaporítók azonban nem, ez az egyik alapvető különbség kettejük között. Minden olyan kutya szaporított kutyának, vagy szaporítós kutyának minősül, aki nem törzskönyvezett, illetve betegségekre szűrt kutyának az utódja. Tehát tulajdonképpen mondhatni azt, hogy Magyarországon a kutyáknak a 80%-a körülbelül szaporított kutya. Vannak olyan szaporítók, akik igazából nem szándékosan szaporítanak, hogy így fogalmazzunk, hanem egyszerűen csak tudatlanságból, vagy olyan furcsa indokokból, hogy szeretnék, hogy az anyakutya egyik utódja majd később pótolná ugye az anyakutya elvesztését, ha erre sor kerül, családi okok miatt, legyen a gyereknek kiskutyázós öröme, vagy kismacskázós öröme. Ennek is köszönhető, hogy rengeteg felesleges kutya születik ma Magyarországon. A szaporítók másik csoportja nagy számban van jelen, ők hivatásszerűen, sokszor embertelen körülmények között szaporítják az állatokat. Az ilyen telepekről egyszerre 100-150 kutyát is kénytelenek elhozni az állatvédő szervezetek. A legtöbbször a Yorkie, Bolognese vagy Westie fajtákat szaporítják, hiszen ezek az állatok kis helyen is elférnek, és nagy rájuk a kereslet. Ezek a tenyésztukák általában 3-4 éves korukra úgy néznek ki, mintha 15-16 évesek lennének, hiszen gyakorlatilag megállás nélkül fialnak, nekik ez a dolguk úgymond. Nagyon szörnyű ezt kimondani, de vannak olyan kutyák, akik soha az életben nem látnak napfényt vagy friss levegőt, mert egész életükben be vannak zárva ezekbe a kis lyukakba, és csak fialnak vége láthatatlanul. Aztán, amikor a szaporító telepek lebuktatói, ugye a szervezetek rájuk találnak, vagy bejelentés érkezik, akkor általában már annyi betegségük van, hogy nagyon-nagyon nehéz őket meggyógyítani ebből. 3-4 éves korukra tele vannak daganatokkal, hatalmasan nő a körmük, irtózatosan fogves a foguk. A szakemberek szerint, ha mindenképpen fajtatiszta kutyát szeretnénk, azt tenyésztőtől vásároljuk meg. Néhány kérdéssel felmérhető, hogy valódi tenyésztővel van-e dolgunk, ilyen például, hogy mióta tenyészti az adott fajtát, mennyi ideig élhet a kiválasztott ebb, könnyű-e a tanítása, illetve hogy milyen típusú szerződést vagy biztosítékot kell aláírni egy kölyök kutya megvásárlásakor. Egy lelkiismeretes tenyésztő mindig megfelelő otthont szeretne a kiskutyáknak, így legyünk felkészülve arra is, hogy nekünk is tesz majd fel néhány kérdést. Ha ez nem így történik, kezdjünk gyanakodni, nem szaporítóval állunk-e szembe.